Labdázó UFO gyerekek, társadalmi útjelzőtáblák és szakrális szentélyek. Kortárs magyar képzőművészet, ahogyan még sohasem láttuk. A műcsarnokban megnyílt képzőművészeti nemzeti szalon több mint 200 magyar alkotó munkáit tárja a nagy közönség elé. A nagymesterek művei mellett a kiállítás nem titkolt célja, hogy bemutassa az eddig ismeretlen, perifériára szorult művészeket is. A tárlatot látogatva korunk legégetőbb problémái elevenednek meg a szemünk előtt. Vannak nagyon érdekes képek, amelyek azt mutatják, hogy a fiataloknak akár a jelenkorral, akár a jövőre vonatkozó elképzeléseik nem feltétlenül rozsaszínűek, hanem elég jól látják azokat a társadalmi, ökológiai és egyéb problémákat, amiknek a megoldása előtt állunk.